Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Óvintézkedések a koronavírus ellen, készfertőtlenítőket helyeznek ki pécsi cégeknél, intézményeknél. Mit tehetünk a természeti erőforrásokért, az élőhelyekért? Ökováros hét a belvárosi bevásárlóközpontban. Személyi jövedelemadó kedvezményt kapnak a méhészek, támogatják a méhek tartását is. Nemzetközi angol projektben a Cserepka iskola, a cél a nyelvi és a digitális készségek fejlesztése. Bár még nem ért el Magyarországot, a legtöbb pécsi tartak kínai koronavírustól. A tüdőgyulladáshoz hasonló fertőzés már hazánk közelében is megjelent. A szakemberek azt javasolják, mindenképp tartsuk be az alapvető higiénés szabályokat. A Baranyai megyeszékhelyen napokon belül a városi cégek intézmények épületeiben készfertőtlenítőket helyeznek ki, ezzel is hozzájárulva a megelőzéshez. Szerintem most már bármikor elérheti, de én annyira nem félek tőle. Mondja ez a pécsi fiatal, a legtöbben azonban tartanak a kínai koronavírustól a Baranyai megyeszékhelyen. Hallottam már, hogy van egy jó pár magyar, aki, minek mondják ezt, ahogy elzárják el, különítik őket. Hát ha ennyire nagyon-nagyon terjed, mert több országban van már, hát én nem adok egy évet. És tart tőle? Nagyon, igen. Lehet, hogy már itt van, csak nem tudunk róla. Nem tart tőle egyébként? Nem tudok ellene mit csinálni, legfeljebb azt, amit írnak, hogy kezet kell mosni és vigyázni kell, amennyire lehet. A 2019. decemberében Kínában megjelent koronavírus már a több európai országban is felütötte a fejét. Hivatalos adatok szerint jelenleg közel 400 regisztrált beteget tartanak számon az Unióban. A megelőzés a legfontosabb, mondják a szakemberek. Ennek érdekében Pécset is bevezetnek biztonsági intézkedéseket, erről a városvezetés tájékoztatta a sajtót. A közlemény szerint elsők között a városi cégeknek, intézményeknek kell megfelelniük a higiéniai elvárásoknak. Így a Baranya megyei kormány megbízottat, a megyei tiszti főorvost, a PTE, annak klinikai központja, a katasztrófavédelem és a rendőrség képviselőit hívta meg egyeztetésre a polgármester. Az egyetemen már ki is kerültek a készfertőtlenítéshez szükséges eszközök. Fölhívtuk arra a figyelmet, hogy a higiénés szabályoknak a betartása, itt gondolok akár a higiénés kézmosásra, nagyon fontos, illetve ennek érdekében eszközök beszerzése is megtörtént, illetve a karokra a kihelyezése, hogy ezt valóban véghez is lehessen vinni. A napokban tovább folynak a részletes egyeztetések a cégek és a városvezető között. A szakemberek addig is azt javasolják, hogy lehetőség szerint kerüljük a nagy tömegeket. A koronavírus bár még nem érte el Magyarországot, hasonló tünetekkel jár, mint egy tüdőgyulladás. Így ha láz, köhögés, izomfájdalom, nehéz légzés vagy mellkasi fájdalom jelentkezik, azonnal keressük fel orvosunkat. Az előző héthez képest 1700-al nőtt az influenzás betegek száma, akiknél nagyrészt a betegség alvírusát igazolták. A múlt héten 38.900 ember fordult influenza-szerű tünetekkel orvoshoz, a megelőző heti 37.200 után, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerdán. A betegek többsége, 40%-uk gyermek, 32%-uk fiatal felnőtt volt. A természeti erőforrások és az élőlények védelme, ezekről is hallhatnak a pécsi Ökováros heti rendezvényen a belvárosi bevásárlóközpontban az érdeklődők. Játékok, interaktív bemutatók várják a környezettudatos szemlélet iránt érdeklődőket. Megtudhatják például, hogyan kerül ki a víz a háztartásokból, milyen egy minikert, ami egyben remek vitaminbomba is. Közben a szervezők az öntudatos vásárlással is megismertetik a látogatókat. Ez a bátorság próba az Ökováros hét bemutatóinak egyik állomása. Nem látják a látogatók, hogy mi van az üvegekben, mi sem árulhatjuk el. Csak annyit, hogy bogár, lárva vagy akár étel is lehet. De ez majd a bátorság próba után fog csak kiderülni. Én úgy kerültem ide, hogy a gyerekek már voltak itt a Deák gyakorlóból délelőtt, ők már ezt kiélvezték, és mikor én bejöttem érte, akkor mondta, hogy gyere anya, ezt próbáld ki, úgyhogy az első bátorság próbán vagyok túl, most kicsit leizzadtam, úgyhogy most még gondolkodom, hogy körbe megyek-e, de alapvetően nagyon tetszik, és nagyon jó az ötlet, meg a szelfizni biztosan fogunk. Egy másik állomáson például azt mutatják be, hogy készül a tápanyagokban gazdag talaj a giliszták segítségével, mellette pedig egy mini kertet alakítottak ki. Kétféle növény van, rendkívül tápanyaggazdagok és a vitamintartalmuk is nagy. Vannak olyan vitaminok, például amiből a vörös káposzta, a
mikronövény állapotában 40-szeres tartalma van. Egy másik helyen a víz van a középpontban, ahol bemutatják, hogyan szennyezzük ezt a nélkülözhetetlen erőforrást. Mindennek a középpontjában a természeti erőforrásoknak a védelme áll. Itt a talaj, az élőlények, a levegő és a víz témaköröket lehet megnézni. Egyrészt, hogy hogyan lehet vigyázni rá, illetve érdekességeket mutatunk, valamint, hogy milyen erőforrás védelmében hozott beruházások voltak itt Pécsett az utóbbi időkben, illetve mi az, ami javult, mi az, amin a lakosság még sokat tud tenni, például a zavarégetésről is beszélhetünk. De játszani is lehet, vagy információkat megtudni az ökotudatos vásárlásról, vagy csak pihenni az ökoigluban. 2013 óta rendezik meg az Ökováros hetet Pécsett. Ennek az a célja, hogy ne csak a városvezetői gondolkodjanak abban, hogy fenntartható várossá vagy ökovárossá kellene alakulni, hanem a pécsi polgárok vagy akár a vidékiek is itt élmény alapon megismerkedhessenek azzal, hogy mennyivel jobb lenne egy olyan városban élnünk, ami egészségesebb, élhetőbb, fenntarthatóbb. Már 5 éve a Belvárosi Bevásárlóközpontban rendezik meg az Ökováros hetet. Most március 3-áig várják az érdeklődőket. Újabb akcióval készül a Pécsi Regionális Félrelátó Központ. Március 5-én 8 és 15 óra között a Pacsirta utcában nőnapi véradást szerveznek, melyen az önzetlen véradókat virággal ajándékozzák meg. Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kilót és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személy azonosító igazolványát, lakcím és tajkártyáját is. A méhészeti termékek értékesítéséből származó bevételek személyjövedelemadó mentességet élveznek majd, jelentette be az agrárminiszter. A méhészek támogatását a klímavédelmi intézkedések fontos alappillérének nevezte Nagy István. Közben a méhészeti nemzeti programra is várják a támogatási igényeket. Az uniós és hazai támogatás keretösszege mintegy 1,8 milliárd forint. Az Európai Unió országai közül elsőként Magyarországon kapnak adókedvezményt a méhészek, mondja megyei méhészeti szaktanácsadó. A kormányzati intézkedés alapján a méhészeti termékek értékesítéséből származó bevételek személyi jövedelemadó mentességet élveznek mostantól. 200 millió forint összességében, tehát vannak, akiknek ez jó, tehát van olyan, a méhészeten belül vannak olyan gazdálkodási formák, akiknek ez természetesen jó, tehát például a társas vállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak, akik a méhészeti tevékenységet ebbe a vállalkozói formában végzik. Illetve azoknál az őstermelőknél, akik az általányadózást választották. Ez a kedvezmény a méhészeket érinti, a vásárlókat nem, mondja a szakember. A méhészeknek a befizetett adóját jelenti ez. Tehát a méz ettől nem lesz úgymond olcsóbb, mert ez abban nem jelentkezik alapvetően. Tehát ott ugyanaz az a fajta adózási mód és áfa fizetési kötelezettség fennáll. Közben még a hónap végéig lehet pályázni a méhészeti nemzeti programra. Ennek kerete 1,8 milliárd forint. A méhcsaládonkénti 1000 forintos megporzási támogatásra nyújthatják be igényeiket a méhészek. A tavaly bevezetett közvetlen támogatást eddig 6500 méhész vette igénybe. Március a barlangok hónapja, erre az egész országban rendhagyó programokkal készülnek. Hazánkban a nemzeti parkok, ahol a barlangok találhatók, különféle programokkal, kedvezményes belépőkkel várják a természetkedvelőket, de megnyitnak olyan járatokat is, melyek egyébként zárva tartanak. A Baligeten lesz például barlangi túrával egybekötött földrajz és biológia óra is, a Denevér tanösvényen pedig szakvezetéses túrán ismerhetjük meg a barlang környezetét. Az eTwinning az Európai Iskolák Közössége. A Pécsi Cserepka Iskola regisztrált tagja az eTwinning közösségnek, és jelenleg is több angol nyelvű projektben vesz részt, több külföldi partnerrel közösen. A felsőbb osztályok tanulói már bátrabban használják az infokommunikációs eszközöket, applikációkat is a projekt során. Az eTwinning az Európai Iskolák Közössége. A nemzetközi projektben a tavaly évben nemzeti minősítést kapott Pécsi Cserepka Iskola két tanítási nyelvű osztályai mellett spanyol, francia és olasz partnerek vesznek részt. A tanulók gyerekeknek szóló autentikus szövegekkel ismerkednek meg és írják át azokat. Az elsődleges cél nem a tanulás, hanem az élményszerzés. Az érdekes az ebben a történetben, hogy rendkívül ismétlődő, teljesen ismétlődő nyelvi struktúrákat alkalmaz, ami megkönnyíti
gyerekek számára, hogy a nyelvvel, a szöveggel dolgozzanak. Viszont a kontextust, a helyszíneket leginkább, azt teljesen átírtuk a gyerekek ötletei alapján. Tehát, hogy egy ilyen teljesen új színezetet kapott a történet. Az eredeti történet komor helyeken játszódik, és a sötét melléknév ismétlődik a szövegben. A tanulók azonban egy szigetre, vízeséshez viszik el szereplőiket, de a mese lényege megmarad. Volt egy szoba, és abban volt, és ez amúgy egy cica járkálta be az egész házat, mert ő nem félt, meg még az is volt, hogy igen, látta, hogy nyitva van egy szekrény, és abba benézett, és ott volt egy doboz, és végül nem is volt annyira ijesztő, mert végül is volt a végén egy egér. A projekt célja, hogy a gyerekek a nyelvet életszerű közegben együttműködésre használják és megoszthassák produktumaikat a külföldi partnerekkel. A felsőbb osztályosok már kreatívan használják az angol nyelvet. Hát a nagyobbak itt az életkorukból adódóan sokkal bátrabbak, sokkal merészebben használják a nyelvet, játékosak, bátrabban használják az infokommunikációs eszközöket, applikációkat, és a célja is a projektnek egyébként a digitális készségek fejlesztése, tehát a nyelvi készségfejlesztés túl ebben erősen benne van a digitális készségek fejlesztése, és egyszerűen having fun. A gyerekeknek nagyon tetszik a projekt, sokkal bátrabban szólalnak meg angolul, mint korábban. Van nekünk most ez a tabletes program, ez a Word Art, itt ilyen szavakat lehet készíteni, tényleg nagyon jó mókkal, nekem nagyon tetszik, szerintem a többieknek is tetszik, sok ilyen ábrát is lehet csinálni, sok szavakkal, és... Ez az egész projekt nekem nagyon-nagyon tetszik. A következő feladat egy francia, egy angol és egy magyar mese közös feldolgozása és dramatizálása lesz. Természetesen ezt is megosztják majd a partnerekkel a digitális eszközök segítségével. A pécsi járási ügyészség lopás büntette miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki magánéleti konfliktusa miatt ellopta munkáltatója bevételét. A vád szerint a férfi 2019. augusztusában egy autómosóban dolgozott. Az egyik nap munkavégzés után szerelmi bánatában úgy döntött, hogy a jövőben Németországban kíván élni és dolgozni. Terve megvalósítása érdekében a zárást követően visszatért az autómosóhoz, majd a nála lévő kulccsal bement az irodaépületbe és onnan eltulajdonította a bevételt több mint 1,2 millió forint összegben. A vádlott ezután az első éjszakát egy pécsi hotelben töltötte, majd Kaposvárra ment és egy ottani szállodában vett ki 5 éjszakára szobát. Ezután a férfi a pénzen mobiltelefont, tabletet, karórát, valamint valutát vásárolt. Ezen kívül még édesanyjának is mintegy 70 ezer forintot átküldött, hogy megsegítse. Az 5. nap azonban, mielőtt ő eltávozott volna a szállodából, a rendőrök kopogtak, és így a férfit elfogták. A pénzből tulajdonképpen csak a valuta lett meg, illetőleg amit az édesanyjának küldött, valamint a megvásárolt különböző eszközök. Az elkövetőnek a cselekménye a lopás büntetének a megállapítására alkalmas, melynek a büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 3 gépkocsi ütközött össze az 57-es főúton a Birjáni elágazásnál. A rendőrség honlapján közölte, hogy a baleset során 2 személy gépkocsi ütközött össze, majd egy harmadik autó azért, hogy az ütközést elkerülje, elrántotta a kormányt, melynek következtében egy fának ütközött és az árokba csapódott. A balesetben az egyik sofőr a helyszínen életét vesztette, ketten pedig könnyebben megsérültek. Embercsempészt fogtak Baranyában, magyar bújban állították meg a rendőrök a migránsokat szállító személygépkocsit. Az egyenruhások megállapították, hogy a járművet vezető 57 éves észak-macedón férfi 5 magukat szír és jemeni állampolgárnak valló szemét akart jogellenesen külföldre juttatni. A migránsok nem rendelkeztek a schengeni tagállamokba történő beutazáshoz és tartózkodáshoz szükséges okmányokkal, továbbá sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták igazolni. 111-83-ra győzte le a PVSK Veolia csapata az atomerőműesek gárdáját a szerdai edzőmérkőzésen. A pécsiek remek támadójátékot mutattak, és közben a taktikai elemeket is tudták gyakorolni. Pályára lépett a sérüléséből felépült CJ Aiken, és a válogatottal 2 győzelmet szerző Horti Bálint is. A PVSK Veolia legközelebbi tétmeccsét március 4-én Zalaegerszegen játsza.
Az Eszék elleni szombati győzelem után újra magabiztosan lépett pályára a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. A bajnoki szünetben játszott második edzőmérkőzésen a tabella harmadikja, az atomerőműese volt a pécsiek ellenfele. A nem teljes kerettel felálló paksiak gyorsindításos játékára jól reagált a PVSK, és egy gólgazdag mérkőzésen 111-83-ra győzte le Dragan Aleksics csapata az atomerőműesét. A mérkőzésen a sérüléséből felépülő CJ Akent is sikerült beépíteni a csapatba, játékát beilleszteni egy új rendszerbe. Horthy Bálint pedig a válogatottól visszatérve a hiányzó taktikai elemeket pótolhatta. Nyilván rávilágított a hiányosságunkra, ezeknek a pótlása a következő napokban mindenképpen elkezdődik, és hát ilyen hosszú szünet után az a játékosoknak is sokkal jobb, hogyha egy ilyen hosszabb, monoton felkészülési időszakba beteszünk nekik egy-két felkészülési meccset, ezzel nem csak, hogy az ő kedvüket is úgymond pozitív irányba próbáljuk terelni, hanem fönntartjuk bennük azt a játékszellemet és mérkőzés szituációt, ami majd az elkövetkező hetekben igencsak fontos lesz számunkra. A Paks elleni találkozón CJ Aiken a félidőig 3 triplával és jó néhány palánk alatti kosárral mutatta meg, hogy egyre jobb formában van. Mindkét edzőmeccs jó volt jó csapatok ellen. Én arra koncentráltam leginkább, hogy visszazökkenjek a játékba, hogy jó formában legyek, és hogy a csapat hasznos tagja legyek. Tanulságos meccsek voltak, készen állok a szezon második felére. A PVSK Veolia legközelebbi tétmeccsét március 4-én a Zalaegerszeg ellen játsza hazai pályán. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Több családon belüli erőszakra derült fény az elmúlt időszakban a Dél-Dunántúli régióban. Ez annak is köszönhető, hogy a szakemberek is tájékozottabbak, jobban felismerik az erőszakra utaló jeleket, és maguk az érintettek is kezdik elhinni, hogy érdemes segítséget kérni, és meg is teszik. Többen mentek a krízis ambulanciára, Szekszárdon pedig 4 család kért segítséget, csak az elmúlt 2 hónapban a Család és Gyermekjóléti Szolgálattól. Őket védett házakba kellett menekíteni az agresszor családtag miatt. Több családon belüli erőszakra derült fény az elmúlt időszakban a régióban, ezt mondja a Dél-Dunántúli regionális krízis ambulancia vezetője. Proszonyák Ida kifejtette a Szekszárdon tartott szakmai napon, véleménye szerint ez annak is köszönhető, hogy a jelzőrendszer tagjai, úgy mint a védőnök, rendőrök, tanárok, jobban felismerik az erőszakra utaló jeleket, és maguk az érintettek is kezdik elhinni, hogy érdemes segítséget kérniük, és meg is teszik. A krízis ambulanciához is döntően gyerekes családok fordulnak, de más csoportok tagjai is megkeresték őket mostanában. Mi a krízis ambulancián tapasztaljuk, hogy 20% az 50 év felettieknek az előfordulása, és közel 15% a 60 év felettieknek az előfordulása a krízis ambulanciánkon, akik segítséget kérnek. Ezen kívül nincs rálátásunk nagy valószínűséggel a családban, a fogyatékkal élő, egyéb korlátozottság miatt azokra a bántalmazottakra, akik önmaguktól nem tudnak kihez segítségért fordulni. Szekszárdon is több párkapcsolati erőszakot és családon belüli erőszakot jeleztek a szakemberek az elmúlt egy évben, és több bántalmazott kért segítséget a Humán Szolgáltató Központtól. Csak az elmúlt 2 hónapban 4 családot kellett kimenekíteni Szekszárdon, őket az úgynevezett védettházban helyezték el, hogy ne találjon rájuk az erőszakos családtagjuk. Az figyelhető meg, hogy valami változás történt. Nem gondolom, hogy több lenne a hozzátartozói erőszak, vagy a családon belüli erőszak, hanem azt gondolom, hogy ez most elért egy olyan küszöböt, aminél már mindenki valamiféle felelősséget érez, és azt gondolja, hogy itt jelezni szükséges. Tavaly 12 esetben derült fény arra, hogy családon belül bántalmazták a gyerekeket. Ezek közül egy esetben történt szexuális erőszak. A gyermek elhanyagolása miatt 20 esetben, családi konfliktus miatt 52 esetben kellett intézkedniük a Szekszári Család és Gyermekjóléti Központ szakembereinek. A legtöbb munkát a szülők vagy a család életvitele adta nekik. Szenvedélybetegség és antiszociális viselkedés miatt 112 esetben kellett beavatkozniuk. A Határtalanul program pályázóit segíti az az információs nap, melyet Pakson tartott Potápi Árpád János államtitkár a helyi általános és középiskolásoknak, valamint pedagógusaiknak.
A program keretein belül magyarországi iskolák tanulói osztálykirándulásokon vehetnének részt a szomszédos országok magyar lakta területein az állam támogatásával. A Határtalanul programban már mintegy 400 ezer magyarországi és külhoni gyermek vett részt az elmúlt közel egy évtizedben. Hangzott el azon a tájékoztatón, melynek egyik állomása Paks volt. Helyi általános és középiskolások, valamint tanárai kaptak lehetőséget az információszerzésre. Azért is csináljuk ezt az országos körutat, tájékoztató körutat, hogy minél többen tudjanak pályázni, illetve a szervezőket, tanárokat tudjuk megszólítani még inkább ezzel a roadshow-val. Itt Tolna megyében már második alkalommal rendezzük ezt meg. Tolna megyében több mint 2000 diák vesz részt a programban, és közel 600 határon túli fiatal járt megyénkben. A nemzeti összetartozás 100 éves évfordulója kapcsán is nagy hangsúlyt kap idén a program, véli Paks polgármestere, aki elmondta, Paks több határon túli magyar lakta testvértelepüléssel ápol kapcsolatokat. Ezek jó része is a fiatalokról szól, hiszen ők azok a generáció, amelyekre számíthatunk majd a későbbiekben is, hogy nyilván ápolják majd ezeket a kapcsolatokat. Az atomerőmű beruházás kapcsán a szakképzést is be tudják vonni a programba. Keressük azokat a kapcsolatokat, amivel a külföldön élő, a szomszédos országban élő magyar munkavállalókat ide tudnánk csábítani a Paksi atomerőmű bővítésére, ugye a Paks 2-es projektbe. Mintegy 100-105 ezer diák utaztatására lesz lehetőség ebben a tanévben, akik az állam támogatásával osztálykirándulásokon vehetnek részt a szomszédos országok magyar lakta területein. Több mint 30 ezer vízi madarat számláltak idén januárban a Balaton körül az egyidejűleg végzett szinkron megfigyelés során. A Magyar Madártani Egyesület szakemberei már 15 éve vizsgálják az állományt a tó körül. Az egyik cél, hogy trendeket tudjanak megállapítani. 60 darab önkasirály, aztán 6 darab károkatona, 2-4 darab kiskárókatona. A Fonyódi Mólónál számolja a vízimadarakat a Magyar Madártani Egyesület Dél-Balatoni csoportjának vezetője. Kovács Gyula azt mondja, fontos, hogy rendszeresen megfigyeljék és számszerűsítsék a tó állományát. Ennek a számolásnak valóban az a lényege, hogy egyrészt tudjuk, hogy mennyi madár, milyen fajokból, főleg a gyakori fajokból mennyi madár van a Balatonon, illetve a környező vizes élőhelyeken, tehát hogy egyfajta szerep, milyen szerepe van a Balatonnak, mint vizes élőhelynek, természetvédelmi és ökológiai szerepe, ez tudjuk megállapítani ebből. Idén januárban több mint 30 ezer vízimadarat számoltak meg a tó körül, ez majdnem duplája a novemberi adatnak. A szakember szerint ennek egyik oka, hogy az enyhe tél miatt novemberben még nem indult meg a vonulás. A rendszeres számolásnak köszönhetően trendeket lehet megállapítani. Figyelemmel kísérhető egy-egy állomány változása, mindezeket pedig a környezeti tényezőkkel is összevetik. A Balaton esetében nem annyira a klimatikus viszonyok, mindinkább a tóvíz szintje a meghatározó. Amikor 2003-ban, illetve jól emlékszem 2013-ban is nagyon alacsony volt a vízszint, ez mondjuk ökológiai szempontból nem, hogy nem katasztrofális, hanem pont, hogy előnyös volt, hiszen nem a mi szakterületünk, de a vízminőség nem romlott. Ugyanakkor az itt jelenlévő madarak az őszi időszakban, illetve a tavaszi vonuláskor sokkal nagyobb egyet számban képviseltették magukat. Egy-egy számolás során 30-40 fajjal találkoznak a szakemberek. A legelterjedtebb a tőkés réce és a szárcsa. Ezen kívül jellemző még a kerceréce, a kontyos réce, valamint a kormorán is. A szakember azt mondja, a megfigyelés során mindig a tömegfajokra koncentrálnak, hiszen azok egyet számának változása a fontos. Sok tévhit kering emelte ki Kovács Gyula, így például sokan azt hiszik, hogy a part közelében látható bütykös hattyúk száma magas, pedig csak a 2000-es évek közepéig szaporodott az állomány. A Magyar Madártani Egyesület szakemberei a Balaton déli oldalán 2003, a teljes tó körül pedig 2005 óta végeznek számlálást. Nem szolgált a francia idegen légióban, mégis ezt híresztelte magáról Rejtő Jenő, akinek életét számos legenda veszi körül. A tévhitek mögött lévő tényekről is beszélt Turóczi Gergely Kaposváron, a Petőfi Irodalmi Múzeum tudományos munkatársa a Berzsenyi Társaság meghívására tartott előadást.
Izzad Greg kapitány bőrébe bújt előadásán Turóczi Gergely, hiszen Rejtő Jenői számos különös figurát álmodott meg írásaiban, amelyek egzotikus országokban, földrészeken, a dzsungelben vagy éppen a sivatagban játszottak. De a feeling, ami süt a könyveiből, az pesti, nagyon pesti, tehát általában mindenféle idegen nevű hősei vannak, és magyar hőset egy kezemben meg tudnám számolni, hogy hány van, de mégis annyira tehát hazainak érezte a közönség, ez mind a mai napig tart. Az idegen légió is megihlette Rejtő Jenőt, bár ő sosem járt az elit katonáknál, mondta kaposvári előadásán Turóczi Gergely. Arra, hogy az ember próbáljon kicsit kiemelkedni, hogy mondjam, menedzselni magát, hogy kitűnjék a tömegből, ezért mondta azt, hogy ő légiós volt, tehát hogy francia idegen légiót is megjárta volna, de ez nem igaz. Ezt a legendát Rejtő maga terjesztette, csak hát vel ő maga is ír légiós történeteket szép számmal, megvan a küllem alapján is, ezt azért könnyű volt hozzá kapcsolni, de hát én irodalomtörténészként egyébként arra szerződtem le inkább önmagammal, hogy a Rejtő legendákat megcáfoljam. Ez csak egy legenda a sok közül, ami Rejtő Jenő életét körülvette. Tény azonban, hogy rejtelmes élete és regényei népszerűvé tették őt. Egy pesti író, illetve színpadi író és humorista is volt, emellett a kalandregényeket is írt, illetve kisregényeket, novellákat, és az egyedisége, ha irodalomtörténetileg nézzük, ez tulajdonképpen abban nyilvánult meg, hogy ezt a két énnyét, a pesti humoristát, illetve a kalandregényírót egybe öntötte, vagy ötvözte, és ezzel megszületett a humoros kalandregény műfaja, egész pontosan a ponyva paródia. Ezzel pedig műfaj újítóvá lépett elő Rejtő Jenő, aki munkáival nagy sikert aratott, s népszerű ma is, folytatta előadásában Turóczi Gergely. A Petőfi Irodalmi Múzeum tudományos munkatársa a Berzsenyi Társaság meghívására tartott előadást, és népszerűsítette Rejtő Jenőt, vele együtt pedig az irodalmat, a Kaposvári Szakképzési Centrum Széchenyi István kereskedelmi és vendéglátóipari szakgimnáziumában és szakközépiskolájában. A régió hírei után fontosabb baranyai témáink még egyszer egy-egy mondatban. Óvintézkedések a koronavírus ellen. Készfertőtlenítőket helyeznek ki pécsi cégeknél, intézményeknél. Mit tehetünk a természeti erőforrásokért, az élőhelyekért? Ökováros hét a belvárosi bevásárlóközpontban. Személyi jövedelemadó kedvezményt kapnak a méhészek, támogatják a méhek tartását is. Nemzetközi angol projektben a Cserepka iskola, a cél a nyelvi és a digitális készségek fejlesztése. Péntekre víradóan egy meleg, majd reggel egy hideg front éri el térségünket, sokfelé várható eső, havas eső, napközben felszakadozik a felhőzet, viharossá fokozódik az északnyugati szél, délután 4-10 fok valószínű. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!